Az elmúlt évben, amióta a Szent Misztis Tétó üzemel, azóta minden évben kaptunk bizonyos összegeket, néha kevesebbet, néha többet. Jó, persze elejében nem volt, akkor a Szent Misztis Tétó indult 2009-2010-ben, akkor plusz összeget nem kaptunk, önfenntartóak voltunk, de akkor is már utaltunk arra, hogy ugye volt egy árképzés, mikor a város fölvette a kölcsönt, a hitelt a Szent Misztis Tétóra, akkor az Európai Fejlesztési Bank meghatározta az árat is. Tehát azt azért határozta meg, hogy tiszta sor legyen, hogy mennyi az üzemeltetési költsége. Mert ugye egy Szent Misztis Tétó nem bír önmaga üzemeltetni, ennek kell egy összeg. Utána különböző tartományi környezetvédelmi alapokból kaptunk pénzt. Ez általában pár millió dinár volt, épp csak az egyes szivattyúk szervizelésére vagy cseréjére volt pénz. És ugye a szennyvíztisztító, főleg, hogyha a gépészeti elemeket nézzük, a gépészeti elemeknek az élettartalma a projekt szerint 8 év. Tehát itt most ilyen 8-9-10 éve működik már a szennyvíztisztító. Hivatalosan 2009-ben volt átadva a vízvonal, 2010-ben az iszapvonal, és eljutottunk egy olyan pontra, ahol ugye beruházni kell, tehát bizonyos dolgokat cserélni kell a szennyvíztisztítón, ha azt szeretnénk, hogy ez továbbra is működjön, és a projektált kapacitásokat tudja. Mit gondol a 2017-es év végén megjelent magas számú? Az, amikor volt nekünk két ilyen haváriás esetünk, azt be is jelentettünk, mi teljesen transzparensek vagyunk. Az is kértem, hogy itt tartsuk ugye a sajtótájékoztatót, mert itt lehet látni vizuálisan a kimenő víz minőségét, tehát itt szó sincs arról, hogy a szennyvíztisztító nem működne. Itt inkább azt mondom, hogy szakmailag kell alátámogatni azt, ha valaki valamilyen kijelentést tesz, mivel mi a projektált 1 mg-os foszfor határértéket, 1 mg per literes összfoszfor határértéket tartani tudjuk. Az, ami változott, hogy próbáljak szakmailag utalni rá, az azt jelenti, hogy a Palicsi-tóban viszonylag a víz mennyisége azonos. Ami változott, az a megtisztított víz mennyisége. Mert ugye mindig beszivárog az emésztőkből, illegális tevékenységekből, amit nem tudunk, hogy mennyi. Az a mennyiség adott, az minden évben ugyanaz. Itt csak az változott, hogy a száraz időszaknak köszönhetően a megtisztított víz csak 8,5 millió köbméter volt. Közben átlagban mi 10 millió köbméteren fölül szoktunk tisztítani. 2014-es évben akár 14 millió köbméter is átment, az ilyen esős évszak volt. És ugye, hogyha egy tóban elosszuk szennyvíz és megtisztított vízre az összértéket, akkor ugye, ha megtisztított vízből kevesebbet juttatunk a tóba, akkor persze, hogy a paraméterek fölmennek. De az, hogy milyen biológiai, akár kémiai vagy fizikai paraméterek változtak, abba a szennyvíztisztító nem játszik így mond szerepét, mert ő a projektált paramétereket megteremti. És ez minden évben megteremti, viszont minden évben változik. A tó egy biológiai, ugye biodiverzitásnak szoktuk mondani, ugye ez a biológiai sokféleséget jelenti, egy élő rendszer. Az élő rendszer, ugye nem azt mondom, hogy napszakonként, de évszakonként változik, mint a minősége, ugye a helyzete, mármint a helyzete, úgy gondoltam, hogy a biológiai helyzete változik, és nem mérvadó abba belemenni, hogy ha valami nem jó a tóban, egyrészt ez a nem jó, ez a kifejezés, ugye a tóban havonta egyszer vesznek mintát. Ami azt jelenti, hogy tóban havonta egyszer valaki megmerít egy liter vizet, és abból analizál. Ad az adatokat, nem is kételkedünk ezekben az adatokban, az biztos helyén való, hanem abban, hogy okokozati összefüggés. Mert sajnos, ha valaki nem tudja, akkor legkönnyebb azt mondja, tisztító. Az is lehet látni, milyen a tó a megtisztított víznek a minősége, lehet látni ugye a közegészségügyi intézet havonta is kétszer, mi magunk is végezzük az analíziseket, ugye a mai eredmény az ilyen 0,19 mg per liter összfoszfor mennyiség volt, tehát ez transzparens dolog, ez bármikor be lehet kérni. A probléma az van, hogy meg kellene mondani, hogy mik a valós problémák. És ugye ezt minden héten el lehetne mondani, hogy nem jó a víz minősége, biztos, hogy a tisztító, mert másra nem nagyon lehet mutogatni.